Öné a szó, képviselő úr. Országgyűlés, tisztelt miniszter vagy államtitkár úr, aki majd méltóztatik válaszolni. Ugye az önök szövetségese, a szélsőjobboldali osztrák FP-nek a vezetője, Heinz Christian Strache volt alkancellár, abba bukott bele, hogy kiszivárgott egy videó, amiben Ibizán tárgyal egy önmagát orosz milliárdosnak kiadó oligarcha gyanús egyénnel, és megbeszélik szépen, hogy hogy venné ez a feltételezett orosz milliárdos meg számukra az osztrák média egy jelentős hányadát, és hogy fizetnék ki aztán zsíros közbeszerzéseken keresztül ezt az orosz oligarcha kört. Azt is elmondja Strache ebben a videóban, hogy ez a modell, ez Orbán Viktor modellje, orbánizálni akarta az osztrák médiát, és azt a Heinrich Pecsina üzletembert ajánlja, aki strómanként valóban Magyarországon előkészítette, felvásárolta Orbán számára az akkor még független médiatermékek egy jelentős részét. És úgy tűnik, hogy ez a modell nagyon hasonlóan működött volna ahhoz, ami Magyarországon meg is valósult. Tehát az adódik az a kérdés, hogy hogyan történt Magyarországon pontosan ez a sztori? Történt-e orosz segítségnyújtás a Fideszes médiabirodalom kialakításában, amikor közel 500 médiatermék landolt a Fidesz házi alapítványánál, a Kesmánál? Igazak-e Simicska Lajos szavai, és Orbán Viktor valóban a Rosszatommal akarta megvetetni az RTL klubot? Előkerülhet-e hasonló videó fideszes politikusokról, például amikor Habony Árpád Ibizán ugye tárgyalgatott, akkor voltak-e ilyen partnerei vagy sem, illetve Gulyás Gergely szavainak a kommentálását várom, ő úgy nyilatkozott az ügyben, azt remélem, hogy közöttünk nincsenek vezető pozícióban olyanok, akik hasonló óvatlanságot követnek el. Ezt csak úgy érthetjük, hogy a fideszesek is számos hasonló hazárulást követtek el, de elővigyázatosabbak voltak, így még nem buktak le. Egyetért ezzel az értelmezéssel, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Tordai Bence képviselő úr kérdését, és megadom a válaszadásról szót Dömötör Csaba államtitkár úrnak. Szót, elnök úr. A választásokon túl vagyunk, de a bal oldalon a küzdelmek folytatódnak. Többféle vetélkedésük akad, az egyik ezek közül az, hogy ki tud nagyobb sületlenséget állítani, és ebből a szempontból az ön felszólalása egy lokális csúcs. Elhangzott itt egy bizonyos Pecina úr neve, azért tartom érdekesnek a felvetését, mert ha valaki üzletelt ezzel az emberrel, akkor az a Magyar Szocialista Párt volt, az a párt, akitől ön a mandátumát szokta kérni. Úgyhogy ha az ön felvetéséből indulok ki, akkor az ön logikáját követem, akkor azt mondom önnek, hogy náluk érdemes érdeklődni a részletekről, illetve arról, hogy készült-e ilyen felvétel. Hasonló a helyzet az oroszokkal kapcsolatos felvetésével kapcsolatban. Ha orosz ügyekben szeretne tájékozódni, akkor szintén azt javaslom, hogy látogasson el ahhoz a párthoz, akitől a mandátumát kapta, a Magyar Szocialista Párthoz, és kérdezze meg tőlük, hogy hogyan fordulhatott az elő, hogy orosz titkosszolgálatok bejáratosak voltak a magyar szolgálatokhoz. Erről ítélet is született, tisztelt képviselő úr, bolgár pszichológusnak álcázott orosz titkosszolgákat engedtek be a baloldali kormányzás alatt a magyar nemzetbiztonság szívébe. Ennyit az oroszokkal való együttműködésről. És ha már itt vagyunk, akkor még egy dolgot szeretnék itt tisztázni. És látom, hogy önöknek fáj, hogy véget értek a napkeltés idők, amikor a magyar nyilvánosság kizárólag baloldali nyilvánosság volt. Látom, hogy önöket zavarja, hogy másféle vélemények is társadalmi súlyuknak megfelelően jelenhetnek meg a magyar közéletben. Önökkel ellentétben mi ezt a sajtószabadság garanciájának tekintjük. Köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönöm, Dömötör Csaba államtitkár úr. Tisztelt